mai sajtótájékoztatót dr. Simonka Csabával, a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának tagjával szeretném megtartani. Én Legény Zsolt vagyok, az MSZP Demokrácia Központjának vezetője. Azt biztosan tudják, hogy az MSZP Demokrácia Központja visszaélésgyanús helyzeteket vizsgál, néz, és amikor úgy ítéli meg, akkor a nyomozóhatóságokhoz fordul. Jelenleg egy olyan ügyben vizsgálódtunk, amit úgy ítéltünk meg, hogy a nyomozóhatóságokhoz kell fordulnunk, és úgy gondoljuk, hogy olyan horderejű ügyről van szó, amelyet a sajtóorgánumokon keresztül a nyilvánosság elé is kell, hogy tárjunk. Ez az ügy nem más, mint a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei nagy projektnek, a Csepeli alprojektjével kapcsolatos, szerintünk visszaélésgyanús helyzetek része lenne. Ebben az ügyben a részletekről Simonka Csaba fogja neked tájékoztatni, aki ugye, mint ahogyan említettem, a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának az MSZP által delegált tagja. Üdvözlöm Önöket, Simonka Csaba vagyok. Ahogy Legény Zsolt mondta, itt a budapesti központi szennyvíztisztító telep alprojektjeiről, illetőleg annak egy kb. 40 milliárdos alprojektjeiről, és annak elvégzésének alapos gyanújáról van szó, illetve bűncselekmény alapos gyanújáról kapcsolatban. Tavaly decemberben már a sajtót gyakorlatilag tájékoztattuk arról, hogy itt visszaélések vannak. Ezek a visszaélések körülbelül 2-3 milliárd forintot haladnak meg. Minden egyes alkalommal jeleztem, és jeleztük a bizottsági ülésen is, és a közbeszerzési döntőbizottság is ezt támasztotta alá, hogy az, amit ezzel kapcsolatban a főváros művel, a budapestiek pénzének elherdálása. Elherdálása. Ez a jövő évi költségvetést körülbelül 2-3, illetőleg hogyha elveszíti az önkormányzat, az EU-s támogatás, akár 10 milliárd forinttal is fogja terhelni. Most, ha összehasonlítjuk, 100 millió forintért akarják a Vidámparkot bezárni, és gyakorlatilag megsemmisíteni úgy, hogy ezekről mélyen hallgatnak. Meglátásunk szerint az a húzavona, amit eddig ezzel az üggyel kapcsolatban végeztek, ez több már, mint visszaélés. Most jutottunk abba a helyzetbe, hogy konkrét bizonyítékokkal rendelkezünk ahhoz, hogy feljelentést tegyünk itt az ügyészségen, visszaélés, hivatali visszaélés és hűtlenkezelés alapos gyanúja miatt, és ezt a feljelentést meg is fogjuk tenni.